A Ferihegyi Reptéren Sihan Furkó Kálmán és dr. Zsuga János fogadta a japán vendégeket. Sihan Kenji Midori VKÖ-nek vezetésével érkeztek a Távol-Keletről a Masoyama Memorial Cup elnevezési rendezvénye Siófokra. Előtte azonban Budapesten a Sportakkord elnök Marius Wieser rezidenciáján tárgyalásra került sor. Ez a mostani emlékkupa, amely nem egy egyszerű kis torna, hanem egy világkupa színvonalú rendezvénynek adhatunk otthont Veszprémben. Ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog. A legnagyobb és a legkomolyabb japán mesterek is eljönnek. A világ minden pontjáról ide érkeznek. Én bízom benne, hogy sokan lesznek majd kint Veszprémben, és szurkolnak a karaténak, és szurkolnak a magyaroknak. Én azt hiszem, hogy azzal a 40 évvel, amit Magyarországon a karatésok letettek, azzal nagyon stabil alapokat tettek le. A budapesti minisztérium után irány Siófok az Európa Hotel. Elsőként a mérlegelés, majd az orvosi vizsgálat következett. Több világszervezet és mintegy 15 ország full kontakt versenyzői érkeztek meg, hogy megküzdjenek egymással. A rajtszámok felvarrása közben több kontinens versenyzői és kultúrái is találkozhattak egymással. Ezt követte egy nemzetközi bírói értekezlet és a verseny előtti szabályértelmezés. Dr. Zsuga János Sensei, négydanos mester, a verseny házigazdája, főszervezője és egyben főtámogatója, Sihan Kálóczi József versenyigazgatóval fogadta a vendégeket és versenyzőket, akiknek Dr. Zsuga János jóvoltából a repülőjegyet, a szállást és a teljes ellátást is biztosították a szervezők. A világméretű tornán megemlékeztek Sosai Masutatsu Oyama tízdanos mesterre, a Kiyokushi megalapítójára és munkásságára. Péntek délután egy nemzetközi szertartásra és megemlékezésre került sor egy közös edzés keretében, amelyet egy köszöntő és egy színvonalas taiko dobszó követte. Sihan Kenji Midori VKÖ-nek vezetett egy tradicionális edzést 200 karatemester részvételével, majd egy közös meditáció, illetve a résztvevők egy kifeszített vászonra tenyérlenyomataikkal örökítették meg részvételüket. Így egy közös relikviát készítettek az utókornak. És a ceremónia végén mécses gyújtás Oyama mester emlékére. Szeptember 6-a szombat a Veszprém Aréna. Itt került lebonyolításra minden idők egyik legnagyobb volumenű kiyokushi rendezvénye, a Masoyama Memorial Cup világverseny, amely egyben tisztelgés is az alapító mester emléke előtt. A világ legjobbjai érkeztek Magyarországra, és köztük ott vannak a magyarok is, mintegy 20-an, ők is tatamira léphettek. A rendezvény alapvető célja, hogy együtt, közösen, egy nagyszabású rendezvény keretében emlékezzünk az alapító Oyama mesterre, aki elérte célját. Látványos szervezés, exkluzív különdíjak és serlegek, különleges programok, bemutatók, ez jellemezte a versenyt. Sihan Kenji Midori egykori világbajnok VKO elnök mellett Sihan Mészáros Attila alelnök, Sihan Scharrenberg az európai elnök, Sihan Kobayashi a világszövetség és Sihan Koncserenko az Európai Szövetség főbírái. A megnyitó után Sihan Furkó Kálmán és több mint 100 feketeöves mester tartott emlékedzést Oyama mester emlékére, majd a világbajnok Tsukamoto és Sihan Kálóczi József bemutatója következett, óriási közönség sikert aratva. A csarnok 3000 fős teltházas közönsége igazi kőkemény és látványos küzdelmeket láthatott a Veszprém Arénában. A magyarok 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel, valamint 2 külön díjjal az éremtáblázat második helyén zártak Japánt követően, amely jó előjel lehet a közelgő világbajnokság előtt. A sikeres szereplést a helyszínen látta dr. Simicskó István sportszakállamtitkár, dr. Leire Richard Mobal elnök, Mészáros János MKS elnök és Garamvölgyi László dandártábornok is, valamint Porga Gyula, Veszprém város polgármestere. A verseny végén a nemzetközi vezetés emléktárgyakat és okleveleket adott át a kiváló szervező munka elismeréseként dr. Zsuga Jánosnak, valamint Sihan Kálóczi Józsefnek. Azt gondolom, hogy a rendezvény elérte a célját, tehát valóban sikeres egy teltházas rendezvényt láthatunk, ami viszonylag ritka szerintem manapság a küzdősportok területében, de sokkal fontosabb tartom ennek a mentális oldalát. Tehát azt gondolom, akik itt ma eljöttek, azok méltó módon tudtak önmaguk megemlékezni saját magukról, az elmúlt éves tevékenység, az elmúlt évben történt tevékenység, és a szószáról. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt mindenki megteszi magával, akkor az a rendezvény több mint sikeres lesz. Tavaly volt szerencsém Japánba járni Kenji Midorinál, a szülőszigetén tulajdonképpen, abban a városban, ahol a dojója is működik. És ott fogant meg ez a gondolat, hogy rendezünk egy ilyen versenyt, akkor ezt a Sihannak megígértük, és azt gondolom, onnantól ez egy becsületből jót, hogy tartsuk és be ezt az ígéretet betartottuk. Egy összesen 6 fős stáb készítette a rendezvényt,
a VK-val együttműködő, a VK a dolga volt az, hogy meghívja a versenyzőket, neki kellett visszagazolni magát a szervező munkát, és az operatív tevékenységet néhány ember végezte, de nagyon szeretném megköszönni azoknak a szakmai segítőknek is, aki a mai nap szakmai segítségét elvégezte. A férfiak 4 súlycsoportban küzdöttek a 16-os tábláról indulva. Nézzük a magyarok eredményeit a selejtezőktől kezdve. Kelemen Máté 70 kg-ban nem jutott tovább. Pető Krisztián szintén 70 kg-ban egy meccset nyert, ő a 8 közé jutott. Rapi Balázs 36-os számmal 70 kg-ban sajnos nem jutott tovább a selejtezőből. Ugyanez a helyzet Gál Csabával kapcsolatban, ő is 70 kg-ban indult, de nem tudta magát tovább verekedni. Világklasszisunk Rózsa Gábor viszont hozta a kötelezőt, és 70 kg-ban egyedüli magyar férfiként tovább jutott az elődöntőbe. 28-as rajtszámmal láthatjuk Rózsát egy gyönyörű akció közben. Zsiga Zsolt 80 kg-ban nem jutott tovább. Popovics Tamás szintén 80 kg-ban indult, neki sem sikerült a bravúr. Ugyancsak volt 80 kg-ban még egy indulónk, Garab Gergő, neki sem sikerült a selejtező. Minusz 90 kg-ban Balogh Zsolt egy mérkőzést megnyerve bejutott a negyed döntőbe. Pető Gergő 67-es számmal 90 kg-ban nem jutott tovább. Lantos Lehel plusz 90 kg-ban egy mérkőzésen nyert. Ugyancsak ebben a súlycsoportban Tóth Tamás, valamint Tóth Attila nem tudta magát tovább verekedni. Szintén plusz 90 kg-ban Dusák Tamás egy mérkőzést megnyert, méghozzá úgy, hogy egy japán versenyzőt vert. Ez nagy bravúr, és ezzel bejutott a legjobb 8 közé. 83-as számmal láthatjuk Dusákot. Azt gondoltuk, hogy a világszervezet segítségével, Sián Keiji Midori elnök úr meghívó levelével, amit arra kértük, hogy ezzel támogassa és segítse az emlékversenyünket, szétküldte a világba, és erre gyakorlatilag most 13 ország Kyokushin családja, vagy úgymond szervezete jelentkezett, és a világ 88 legjobb fighterét hoztuk ide ma Magyarországra. Pénteken este 6 órakor egy közös edzés keretében, majd ezt követően pedig egy mécses gyújtása egy gyertyával emlékeztünk Szószáj emlékére, tájkódobbal fogadtuk ugye a résztvevőket, és a végén volt egy hatalmas kifeszített vászon, ahol elhelyezték a maga a mesterek, illetve az ottani danos meghívott mestereink a kézjegyüket. Ez egy tenyérlenyomat, ami megmarad majd az utókornak, és gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó emlék lesz. A női küzdelmek 3 súlycsoportban zajlottak a 8-as tábláról indulva. Itt is a kiemelt versenyzők vehettek részt. Mínusz 55 kg-ban Leiter Anett nem jutott tovább. Szabó Zsófi szintén ugyanebben a súlycsoportban viszont tovább jutott a döntőbe, úgyhogy egy orosz versenyzőt is legyőzött. Körmöndi Lídia mínusz 65 kg-ban tovább menetelt az elődöntőbe. A 13-as szám szerencsét hozott. Müller Anita mínusz 65 kg-ban tovább jutott szintén az elődöntőbe. Tóth Alexandra plusz 65 kg-ban nem jutott tovább, és ugyanezt kell elmondanunk, ugyanebben a súlycsoportban Faragó Henriettával kapcsolatban. Világ és Európa bajnokunk Szepesi Csenge ebben a kategóriában erőnyerőként tovább jutott. Most pedig hallgassuk meg a világszervezet elnökét. Az egykori világbajnok és WKO elnök Sihan Kenji Midori összességében annyit nyilatkozott, hogy nagyszerű és egyedülálló a világon ez a magyar kezdeményezés. Egy világszintű verseny keretében több ceremónián keresztül méltó módon emlékezhetünk meg az alapító mesterre. Kiváló a megrendezése a versenynek, a díjazás és a programok színvonala is. A mérkőzések Midori mester szerint igen látványos küzdelmeket hoztak. Összességében a WKO elnök
elnöke köszönetét fejezte ki a magyaroknak, és kiemeltem dr. Zsuga János senseinek, a Kálóczi Brencsnek, a versenyzők meghívásáért és színvonalas ellátásáért. Még egyszer őszintén gratulálok Önöknek, mondta a WKO elnöke. Feketeöves emlékedzés demonstrációt tartottak Szoszály Oyama mester emlékére, Sihan Furkó Kálmán hétdanos mester vezetésével a sportcsarnokban. Több kiokosin és full kontakt karate stílusszervezetből több mint 100 feketeöves mester részvételével. Sihan Kálóczi József ötdanos mester és a Kálóczi Brencs női kata versenyzőinek Kovács Mónika és Máramarosi Henrietta részvételével látványos formagyakorlatot és törésbemutatót láthattak a nézők. Sihan Schwarz Robert ötdanos mester vezetésével formagyakorlat értelmezést is láthattak. Szintén kata értelmezést láthattunk Sensei Móninger László és csapatának prezentálásában. Nagy közönség sikert aratott Kovács Mónika Európa bajnoki formagyakorlata. Lóki Sándor Sensei a kiokosin karate önvédelmi szituációkban történő alkalmazását mutatta be, míg Hegedűs Bendegúz versenyzőtől láthattunk egy igen látványos kardos bemutatót. A szünet után pedig visszajövünk a magyar elődöntőkkel és döntőkkel. Kedves néző, következzenek a magyarok eredményei, illetve a meccsbeszámolók. Körmöndi Lídia, a Victory versenyzője az elődöntőben a japán Noriko Yokoyamával került össze, akivel szoros mérkőzésen végül is bírói döntéssel alulmaradt. De így is gratulálunk a bronzérméhez. A másik ágon Müller Anita, szintén a Victoryból, a litván Inga Miksitével találkozott, aki Európa-bajnoki és világkupa győztes. A küzdelem végén az aktívabb litván versenyzőt hozták ki a bírók, így a magyar versenyző Müller Anita is bronzéremmel zárta a versenyt. Húsz éve halt meg Szoszály Oyama, és ezen a bemutatón is nagyon jól meg lett szervezve. El lett mondva az ő élete is, meg egész háttér, hogy mindenki ismerje meg, de nagyon tudósító program volt. És hát sokan vannak itt, akik tulajdonképpen nem a Shinkyokushinhoz tartanak, eljöttek versenyezni. Ez nagyon fontos. Csak verekedni, azt meg tud mindenki tanulni verekedni. De ez, hogy a gyerekek tényleg tisztelettel legyenek egymással szemben, másokkal szemben, ez egy nagyon fontos dolog, nevelő szempontjából. A finálék előtt a japán világbajnok Norichika Tsukamoto formagyakorlatát láthatták a nézők, valamint egy baseballütő törésgyakorlatot, ez is nagy sikert aratott a Veszprém arénában. Rózsa Gábor a fájtese versenyzője az idei EB bronzérmet követően kiváló formában érkezett Veszprémbe, szinte minden mérkőzését Vazarival vagy Ipponnal nyerte. A selejtező küzdelmek látványos KO-i után az elődöntőben Sumisaku Kawase japán versenyzővel került össze. Kettejük virtuóz csatájából az erőteljesebb és látványosabb lábtechnikai megoldásokat bemutató Rózsa Gábor került ki győztesen. We'll be right back.
döntőben Rózsa Gábort a litván Andrius Miseckas várta, akit már az elején meglepett néhány elemi erejű támadása. A döntő nem tartott sokáig, egy percen belül Rózsa győzött, aki egy K.O. erejű comrugással a litvánt feladásra késztette. A magyar kiokosin jelenlegi legnagyobb egyénisége a férfiaknál tehát győzött. Gratulálunk az aranyéremhez! Akik végezték ezt a munkát, csodálatos munkát csináltak. Őszinte öröm itt lenni és látni azt, hogy a magyar küzdősport társadalom egészen kiváló képességű versenyzőket és hatalmas tömegbázis tudott ebben a versenyben is megmutatni a veszprémi közönségnek és a tévén keresztül az ország nyilvánosságának. Nagyon komoly munka folyik a nem olimpiai oldalon, és ezen belül a karate sport pedig igazi tömegbázissal, nagyon-nagyon komoly tömegvonzással és kiváló emberek sokaságának ad. Ma már bátran mondhatom egy olyan nevelést, egy olyan pedagógiai stílust, ami nélkülözhetetlen a fiatalok egyéniségének kialakításához. Szabó Zsófi, akit hetes rajtszámmal láthatunk, jászberényi karatéka, az elődöntőben Márta Lubossal, Európa-bajnoki bronzérmessel találkozott, ő Lengyelországból érkezett. Lubos magasabb és erőteljesebb is volt a magyar versenyzőnél. A 3x2 perces küzdőidő alatt ennek ellenére speciális edzésmódszerének köszönhetően a magyar felőrölte a lengyel lány erejét, és bírói döntéssel bekerült a fináléba. A döntőben aztán Szabó Zsófi Nahoko Taniokával, egy japán lánnyal mérkőzött meg, de sajnos a küzdelem közben, mintegy 20 másodperc után a hasfalában történt részleges izomszakadás miatt nem tudott felülemelkedni a japán versenyzőn, így is remek ezüstéremmel zárta a veszprémi tornát. Karate, ez esetben a kyokushin karate, a full contact karate megint megmutatta az erejét. Én azt gondolom, hogy ezt a versenyt a legméltóbban Magyarország tudta megrendezni, hiszen Magyarországon kívül nem rendeztek soha abban az időben, tehát olyan makupa versenyeket. Három olyan makupa is volt Magyarországon, 80-as években. Én azt gondolom, hogy méltó volt az emlékverseny az első három olyan makupához, és hát talán nem is lett volna szerencsés, hogyha más rendezi meg. És hát ez a japán karatén kívül, a japán kyokushin karatésokon kívül a magyar karate erejét is bebizonyítja, hogy ilyen színvonalú és nagy versenyt tudtak Magyarországon rendezni. Az elődöntőben Szepesi Csenge világbajnokunk, a soproni kamikáze versenyzője az orosz Anna Visnyakovával került össze. Az orosz alacsonyabb és sűrűbb testalkatú és nagyon kellemetlen küzdő stílusú, ennek ellenére a kiváló kondícióban lévő soproni versenyzőnek sikerült felülkerekednie. Ellenfelén így a döntőbe került. A döntőben Szepesi Csengét a japán Hasegawa várta, aki váratlan támadásokkal próbálta megtörni a magyar lány ritmusát. Az idei évben is EB aranyérmet szerző versenyzőnk erőteljesebb küzdőstílusának köszönhetően
A küzdelem végére maga felé fordította a mérleg nyelvét, kemény csatában felülkerekedett ellenfelén, és aranyéremmel zárta a Masuyama Memorial Cup versenyt. Csengének gratulálunk ehhez a töretlen sikersorozathoz. És még valami, Szepesin kívül még Rózsa Gábor is külön díjban részesült ezen a versenyen. Az első ellenfelem egy orosz bajnok volt, akivel már küzdöttem egyszer tavaly, és idén úgy gondolom, hogy felkészültebb voltam, és erősebb, és hamarabb le is győztem, 2 perc volt a küzdelmünk. A második egyben döntős ellenfelem, ő japán volt, ő a japán bajnokságon második helyezett lett. Ővele viszont nagyon-nagyon-nagyon nagy csatát vívtunk. A rendezés és a szervezés az példaértékű, és a jövőben is így kell egy versenyt megrendezni, mert így jönnek el a külföldi versenyzők, meghívottak voltak, és ezzel majdnem mindenki élt is. A Masuyama Memorial Cup-on Müller Anita és Körmendi Lídia bronzérmet szerzett, Szabó Zsófinak köszönhetően jött egy ezüst, Szepesi Csenge és Rózsa Gábor pedig aranyérmet szerzett. A magyar válogatott második lett az éremtáblázaton Japán mögött. Jó hangulatú rendezvény volt, amelyet az Európa Hotelben egy Sayonara Party zárt le. Gratulálunk a versenyzőknek és edzőiknek. Most hallgassuk meg Sihán Furkó Kálmánt. A Carlos Ibrens igen nagy erőfeszítéssel hozta létre a verseny. Közel 3000 vagy talán több néző kíváncsi a itteni eseményekre. A japán delegáció eljött teljes vezetéssel, teljes versenyzői csapattal, Európa válogatott, orosz válogatott, magyar válogatott és egyéb fúkontak szeretek versenyzői itt vannak, és emlékezünk Mesterország Matutató halálának 20. évfordulójáról. A verseny elérte célját dr. Zsuga János főszervezésében a mieink méltó módon emlékeztek a Kyokushin alapító mesterére, Szoszai Oyamára. A világ minden részéről érkeztek kiváló versenyzők, akik ott voltak a megemlékezésen is. A sikeres lebonyolítás pedig tovább erősíti a magyar Kyokushin erejét és összefogását a világban. Még egyszer mindenkinek gratulálunk!